A főszerepben Orbán Viktor. Mint egy akcióhőst, úgy mutatták be a miniszterelnököt ebben a Facebookra feltöltött videóban. A járvány kezdete óta a közösségi oldalát szinte minden nap új videóval frissítik. A nagyobb bejelentések többségét is itt tette meg. Megvan az első fertőzött. Például azt, hogy Magyarországon is megjelent a koronavírus. Vagy azt, hogy kiskúhalasan járványkórházat építenek, az iskolákban pedig átállnak digitális oktatásra. Új oktatási munkarend lép életbe. A kijárási korlátozás meghosszabbításáról, majd a korlátozó intézkedések fokozatos feloldásáról is a Facebookon tett bejelentést. Februárban a járvány hazai berobbanása előtt Orbán Viktornak kevesebb mint 700 ezer követője volt a Facebookon, a számuk mostanra átlépte az 1 milliót. Ennél az élő bejelentkezésnél a közösségi oldal nem is bírta a rohamot. A videó először akadozott, aztán hangja nem volt. Csak később derült ki, hogy Orbán Viktor a kormány gazdasági csomagjáról beszélt. Megkérdeztük a miniszterelnök sajtófőnökét, Havasi Bertalant, hogy Orbán Viktor miért a közösségi oldalán jelentett be több fontos intézkedést. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy hányan dolgoznak a Facebook oldalon, és a bejegyzéseket jóvá hagyja -e a miniszterelnök. A sajtófőnök a munkatársak számát nem árulta el. Azt írta, a közösségi oldalon közé tartalmakat a sajtóiroda alkalmazásában álló munkatársak készítik. Havasi Bertalan bevált, jó eszköznek nevezte a Facebook profilt. Szerinte a miniszterelnök fontosnak tartja, hogy közvetlenül és kötetlenül is kommunikálhasson az emberekkel. Az RTL nyilatkozó szakértő szerint a miniszterelnök a Facebookon közvetlenül a választókat tudja megszólítani, és kikerülheti a médiát. Erősíti a kötődést, erősíti az elköteleződését a választónak, és a tulajdonképpen hosszú távon ez azzal járhat, hogy egy sokkal stabilabb tábora lesz. Miketsz Dániel szerint a közösségi oldalon több emberhez juthat el egy üzenet, mint például az állami médiában. Az MTV idén nagyjából 100 milliárd forintot kap a központi költségvetésből. Orbán Viktor sajtófőnöke szerint a miniszterelnök videós bejelentkezéseit mindig hozzáférhetővé teszik a hírszerkesztőségeknek, vagyis szerinte nem cél a média kikerülése.